Nagyon sok mindennel foglalkozom egyszerre. Ami most, ha alkotás szinten kérdezzük, ugye van ez a vonzalmam a szakrális művészethez, és ilyen témákban kapok többször megrendelést. Egy Madonna szobron dolgozom, amiből már öntöttünk bronzot, de most egy változtatást csinálok, és egy másfajta kompozícióval. Most ennek a gipszét próbálom helyrehozni, egy kicsit applikáltam rá, szeretném kicsit a drapériát jobban megmozgatni, finomabbá, nemesebbé tenni a kezeket, annak a kifejezését. Nagyon szeretem a középkori egyházi művészetet, úgyhogy ez egy fontos dolog. Ami még aktuálisabb, az most készülök egy kiállításra osztrák művészekkel, az Artemix művészeti csoporttal, és ott a bécsi víztoronyban, Wasserturm, talán nem tudok németül jól kiejteni, de azt hiszem, hogy így helyes. Ebben lesz a vízzel, az élettel kapcsolatosan egy kortárs kiállítás. Arra készítek egy munkát, és nagyjából meg vagyok vele, az installálást kell kitaláljam, mert függeszteni szeretném, ahhoz kell összekapcsolnom az elemeket, megfúrni, hogy szépen nézzen ki a posztamás fölött. És hát ugye ott a Petőfi Sándor mellszobrom, amit nem sokára avatni kell, és most már elkészült, bronzban van, meg van patinázva, csiszolva, a kő alap is készen van, betontuskós készen van, fel kell applikálni most már a kőlapokat, összefúrni, felemelni rá a szobrot, hát ilyen dolgok. Kell egy lovas szobrot csináljak, de picikét, kis bronzot, egy ilyen női figurát, ami gitáron játszik, de ezek ilyen magánmegrendelések, ezek is bronzok, tehát ezeken dolgozok most így a városnak is, tartozom egy éremmel, azt nagyon gyorsan kell majd egy éremsorozatot csinálni, és hát közben tanít az ember, csinálom az Artikon galériát, majd beindul szeptemberben a művészeti program. Egész nyáron a városnak nemzetközi kiállításokat csináltam. Készülünk az egyesületünkkel ugye erre a vatikáni kiállításra, tehát ott is most már a témát megadjuk, és megbeszéljük egymással, és egy év lesz rá, hogy megcsináljuk. Így elkezdtem tanítani a Debreceni Egyetemen és az építészeti karon. Nagyon érdekes, új kihívás, másfajta korosztály, nagyon izgalmas, úgyhogy sok minden van. Mi családunk egy egyszerű család volt, apukám lakatos, kiváló, hegesztő és lakatos volt, mindig imádtam nézni, hogy dolgozik. Anyukám nővér volt, tehát ő az emberek segítése volt az élete központja, fantasztikus nő volt. De nem voltak a művészettel kapcsolatban a családtagjaim. Azt tudtam, hogy apukám rendkívül jól konstruál, fantasztikus keze volt, anyukám pedig nagy művészi tehetsége volt a rajzhoz, de ezek nem bontakoztak ki. Tehát nem volt még az a fajta könyvtárunk, az a fajta kulturális háttér, amihez kellett volna. A szomszédomban meg volt. Egyszer kellett átmennem pici koromban, megláttam azt a könyvtárat, kész. Azonnal minden napot ültem, csodálatos albumai voltak a szomszéd néninek, fantasztikus barokk albumok, reneszánsz albumok, rengeteg irodalom. Én ott nőttem föl abban a szobában, és rengeteget másoltam már piciként. Tehát szerintem egy olyan 8 éves koromban már próbálgattam lemásolni, annyira fogékony voltam rá, és a reneszánsz művészet az volt, ami először nagyon inspirált. Az olasz kultúra, a reneszánsz művészet, a barokk művészet, és igazából ez meg is maradt egész sokáig. Olyannyira, hogy ugye olaszul tanultam meg aztán egyetemen is, és egyetem után 3 évig Rómában éltem, tehát kimentem, és mindent akartam ott látni és tudni.
nem gondolom, hogy erotikusak a testek. A viszonyok igen, azt gondolom, az ott van, de szerintem a testek nem különösebben, inkább csak olyan őszintesség sugárzik abból, hogy le vagyunk csupaszítva. Inkább ennek az ideál gondolata foglalkoztatott, hogy csupaszon őszintén vagyunk ott, vagy van ott a figura, de nem kifejezetten maga a test generál erotikus érzelmet, hanem a figurák egymással való viszonyai. Nyilván a női létnek a kérdései foglalkoztatnak, persze, nők viszonyai akár egymással, viszonya a férfihoz, a női érzelmek, a problémák, a nők ellen elkövetett akár erőszak is például, ezek a dolgok is. Csúnya dolog talán úgy tűnik, de érdekel, és foglalkoztat, hogy hogyan lehetne segíteni, hogyan lehet kilépni egy ilyenből. Nagyon sok ilyen történet van a közelemben. És azt gondolom, ha már én egy művész vagyok, akkor ki kell ezeket fejezni, hogy segíteni, hogy sokszor olyan meglepő dolgok derülhetnek ki élethelyzetekben szenvedő nőkről, évtizedek alatt képesek. Az én családomban nincs ilyen tapasztalat, és próbálom megérteni, hogy mi az, ami által egy nő belekényszerül ebbe a helyzetbe, és hozzászokik ahhoz, és nem lép ki. Én nagyon individualista vagyok, nagyon feminista, és nagyon nehéz ezt nekem megérteni, de akár kultúrák közti különbségek. Van egy egész sorozatom, ami például a női arcok lesavazásáról szól, ennek ami ilyen bizonyos kultúrkörökben a férfi dominanciát mutatja, amit biztos, hogy neki hallott már erről, hogy hát vannak ilyen kultúrák, ahol ez egy ilyen bevált szokás. Ilyenek is inspirálnak. Egy hír, hogy egy magyar nőt rendkívül bántalmazott a párja, de nagyon, hogy teljesen feldagadt a feje, és akkor próbáltam figyelni ezeket a fotókat, és akkor abból jött egy ilyen kompozíció. Igen, akkor valószínűleg anyukám portréja, az a bronz portré, amit most nemrég csináltam, az lenne az, amit elvinnék. És akkor remélném, hogy ez a tárgyi környezet, a többi, ami oda veszett, amit mondjuk nagyon szerettem, és hozzám és a családomhoz tartozott, ez valahogy ezt azért elvittem magamban, erre appellálni. Ezt az egy tárgyi dolgot elvinném, mert anyukámnak az a legutolsó fényképe után és a benyomásaim után készült, és a sír emlékére készült munkáról van szó, ezt vinném el. Az éremművészetben inspiráló mester, ő volt a Fritz Mihály. Fantasztikus rajzai voltak, diákként is láttuk a falon, és láttuk, hogy benn dolgozik az iskolában is. Például, tehát hogyha ezt a részt nézik, a figuralitásban kiváló művész volt Kalmár Márton, és nyilván Fritz Mihály szintén, a portréművészetben Kis Jenő Ferenc munkássága nagyon, tehát nekem különbözik kicsit, hogy mely részében a művészetnek, mely aspektusából volt példaértékű számomra. Az egyetemen pedig a mesterem Rétfalvi Sándor szobrászművész, ő pedig a konstruktivitásával és azzal, hogy mennyire merészen és frissen is lehet gondolkodni, és mennyire különös, és mennyire önálló, és mennyire szabad világ tud lenni a figurától való, a realista figurától való elszakadás, tehát hogy az önmagunk arányrendszere által létrehozott figura mennyire hiteles tud lenni. Tehát először ott láttam a szegedi nagyon naturalista, realista ábrázolásmód után, Pécsen találtam meg azt a kortárs nyelvet az ő művészete által, ahogyan lehet alakítani a figurát, és az lehet egy egészen geometrikus, vagy lehet egy egészen saját arányrendszerrel kialakított, expresszív, megtördelt, megcsonkolt figura. Tehát nekem több ilyen nagy mester volt.
Én az a fajta vagyok, akit ha megkérnek, köztéri szobrokat megcsinálom, érmeimet megcsinálom, megrendelésekre dolgozok, és magamnak az őrültségeimet közben gyártom, és egyáltalán nem foglalkoztat az, hogy majd ide valaki jönni fog, és majd kiássa, és előszedi majd 10-100 év múlva. Semennyire nem befolyásol, hogy elismernek, vagy nem. Sajnos ezt kell mondjam. Annyiból igen nyilván, hogy a megélhetéshez fontos, de én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy állandóan vannak megrendeléseim, nyilván van egy állásom is, ahol tanítok, művészetet tanítok, ennél szebbet el sem tudok képzelni, és mellette én folyamatosan dolgozom önkormányzatoknak, közterekre. Nincs bennem olyan, hogy na talán egy lovasszobrot azt még szívesen csinálnék, de nincs bennem olyan elfojtott vágyak, hogy szeretném figurális, szívesen még csinálnék még egy szép lovasszobrot és portrékat, mellszobrokat, amennyit lehet, de én ebből a szempontból nem érzem magam semmi módon hátrányban. Talán egy kicsit az, hogy ugye megyét váltottam és régiót, és a kezdeti időkben, tehát olyan 10 évvel ezelőtt még inkább a szegedi régióból kaptam megrendeléseket, most már azért jó ideje innen is. A Hadron Művészeti Egyesület a létrejöttével is, és ahogyan együtt dolgozunk, és nekem teljesen beváltotta a reményeimet, ezt szerettük volna. Függetlenül önmagunk erejéből együtt gondolkodni. Témákat választani, a kortárs gondolkodásban fontos témákat választani, a világ történéseiben fontos témákat választani, arra reflektálni, kortárs szemlélettel, ezerféle kifejezésmóddal, nem vagyunk egyformák, mind különbözünk, külföldön állítunk ki főleg, minden évben csinálunk több tematikus kiállítást, voltunk Lengyelországban, német művészekkel is együtt dolgozunk, lengyel művészekkel, román művészekkel, most jövőre lesz kiállításunk Rómában is, pontosabban a Vatikánban, tehát igyekszünk több lábon állni. Minden, amiért ez létrejött, tehát hogy a régióban élő művészeket összefogja egyfajta ernyőszervezetként, az bevált, azt gondolom. Tehát itt a közép generációnak ez egy jól működő menedéke és együtt gondolkodó helye lett. Nagyon szeretjük. Engem igazából minden művészi módon érdekel az élet, a természet, az emberi kapcsolatok, valahogy, de szerintem mindegyik művész így van ezzel, hogy valahogy fölötte lebeg a valóságnak. Van munkánk, amiért fizetést kapunk, igen, van hétköznapi munkánk. Az én esetemben a hétköznapi munkám is a művészet tanítása. A művészet körül forog az egész élet, minden része az életnek, a minden aspektusa számomra a művészet felől van értelmezve. Nem tudok máshogy gondolkodni.